Sziasztok, gitárosok, üdvözöllek titeket! A mai órában belevágunk az alternate pickingbe, magyarul a váltott pengetésbe, ami egy jó gitárosnak az egyik legfontosabb technikája, fegyvere, amit tud használni. Ezt mindenkinek nagyon ajánlom, hogy tanulja meg. Van az alternate picking, economy picking, sweep picking, és hybrid picking. Ezek azok a technikák, amiket ha elsajátítotok, akkor minél jobban megálljátok a helyeteket különböző zenei helyzetekben. Ebben a sorozatban a híres, méltán híres Paul Gilbertnek az Intense Rock nevű oktató videóját fogjuk követni. Ezt tudom ajánlani, hogyha ezt a technikát el szeretnétek profin sajátítani. És az első gyakorlattal fogunk kezdeni, amivel begyakorolhatjátok az alternate pickingnek a legfontosabb mozdulatait. Kiveszünk az A moll skála negyedik pozíciójából négy hangot. 12. bund, 13., 5. és E-húron 12. bund. És ezt fogjuk váltottan pengetni. Először csak begyakoroljátok, hogy az első három hangot váltva pengetítem. Utána áttérünk a leglényegesebb mozdulatra, a húrváltásra, ami általában ilyenkor mindig váltva történik, tehát nem mint az economy pickingnél, hogy le-le vagy föl-föl, ilyen kis mini sweep-el, hanem váltjuk a pengetés irányát. Vagy kívül vagyunk a húron, vagy ha visszafelé jövünk, sokszor belül vagyunk a húron. Mutatom, hogy fog kinézni a figura. Le, föl, le, föl, le, föl, és előről kezdődik. Következőt érdemes itt szem előtt tartani és arra figyelni, akkor fog sikerülni ez a egyenlőre szokatlan fölpengetés az E-húron, ha adtok neki egy nagyobb hangsúlyt. A gyors játék nem attól fog függni, hogy most úgyis elkezdek gyorsan pengetni, hanem hogy megtaláljátok a megfelelő hangokon a hangsúlyt, és ezt kihangsúlyozzátok. Tehát figyelek, hogy elsőnél a hangsúly, és kicsit erősebben pengetem meg. Ha nézitek a videóját Paul Gilbertnek, látszódik is, hogy azért lesz olyan gyors, mert egy idő után átvált, mint ez a fölpengetés lenne az első hangsúlyos hang, tehát hogy úgyhogy ezt próbáljátok meg először begyakorolni, és próbáljátok meg több helyre is átvinni esetleg. Utána ki lehet egészíteni itt még két hanggal mondjuk. És ezt a pattern már nyugodtan átvihetitek a három hang per húros skáláitokra, ilyen modális pozíciókra, hogyha így nevezzük, és kísérletezgethettek vele, tehát például. Thank you.
jó gyakorlást ez egy sorozat lesz, úgyhogy majd folytatjuk, nagyjából az összes gyakorlatot végignézzük majd szerintem. A videóból sok érdekesség van benne, skála a futamoktól, amikkel megtanultok az egész nyakon szépen skála pozíciókat váltani, elég gyorsan kigyakoroljátok, a húrátugrásos árpeggióktól minden van benne, nehezebb skála szekvenciák, minden. Úgyhogy jó gyakorlást kívánok! Ha tetszett a videóm, akkor nagyon köszönöm, ha lájkoljátok és feliratkoztok a csatornámra. Ha szeretnétek kifejezetten tőlem tanulni online formába, megtehetitek. Balázs Tóth Facebookon, ott tudtok rám érni, vagy tocesssl@gmail.com, ott is elértek, és ahogy tudok, válaszolok. Jó gyakorlás, sziasztok!